Ez is egy hullám volt. Crazy. Igen. Don't worry, it'll work. Mi is így nézünk ki belülről. Ne aggódj, működni fog. Meg oda az aksi. Meg jó rájönjük az egészre. Hello YouTube népe. Megint visszajöttünk baszakodni ez a szörnyénihez. Hát a most már elmúlt neki a menzes, meg ilyenek, az békén hagy minket. Most már elkezdett hallani, és fogja látni, hogy dobod neki az oboszt. Nagyon szarom. Dobtam egy csontot. Ott van még mindig. Azt hiszem, hogy itt jobbra kell menned. Mit? Nem, itt bal. Itt jó felemítem. És az lesz majd, hogy amikor azt a szart bekapcsolom szerintem, akkor ez be fog kapcsolni. Ez meg a másik, és akkor bírok majd kúszni a kettőn keresztül. Akkor nem bír követni. Csak most valahogy meg, hogy rohanyag oda, hogy gyorsan nyissam ki. Hát én nem tudom. Vagy meg itt egyszer, vagy mi? Már három ütés, most kettőt kibírok. Ha benyomod, akkor nem tud megölni? De meg tud, csak hát ha megbírom nyomni, úgyhogy... Ahogy gondolod, én nem tudom, Nem akar innen elmenni, akkor... Ez nem ijesztő, hanem idegesítő. Próbálj meg szemből menni akkor. Szóval felvettem. Honnan tudja, hogy nem így neki annak a szalnak és vagy eldobod? Nem is foglalkozik, vagy látod. Igen, de a te felrököd azzal már foglalkozik. Azzal sem. Akkor menj oda. Csak az a baja, hogy közel vagyok. Látod, beállt én harci módban, most világít is, meg mindegy vibrátor, meg mit tudom én, aztán így nem lehet. De nem, akkor bármely, hogy meggyógyjon, aztán odafut a falba. Jobb ödödem így. Biztos, hogy itt áll meg. Ide lehet. Ott még korolva. Lévő kicsi. Itt várunk egy kicsit, meditálunk egy kicsit. És kiröhög. Ezt inkább te mondtad meg. Igen. Hát ez nagyon szomorú. Vajá? Ja, csak az a baj, hogy erre elindul, ameddig ő visszamegy, addigra meg visszafordul. Igen. De neki miért itt kell állnia? Azt nem értem. Nem, hogy gyorsan bemászni. Vagy így valami. De ezt meg nem lehet meghúzni, mert ez már meg van húzva. Csináld azt, hogy magadra idegesíteni, és futsz vele egy kör. Azonban szerintem van olyan baszott gyors, hogy nem bírom lerázni. Tehát tartom fog baszni, utána meg visszaszpannol oda, ahol. Ja. Durva, hogy olyan dolgokkal kötődés az emberekkel, amit közük nincsen. És ez mi a fal? Ez egy fal. Falember lett. Geci, itt is van egy. És ez semmi. Ez ugyanaz, nem? Ez ugyanaz, becsuktam a másikat? Lehet becsuktam, és nem figyeltem. Aha. Várjuk, hogy megvan, amíg lenyugszik, és oda szaladok, mert szerintem idő lesz, amíg berage-el. Igen, vagy van benne valami kütyű, nem is tudom, hogy néz ki. Lehet, ez csak egy tartó, nem is kar. Megvan. Miért nem ezzel kezdtem? Miért nem ezzel kezdtem? Tudom, már figyeltem, hogy minden beragadjak. Jó, megvannak a kütyük. Megvannak a kütyük. Akkor mennyit jele elvenni? Ezek szerint én nem gondoltam, hogy ilyen hülyén van megcsinálva. Én azt hiszem, hogy... az aksi volt? Mert nem láttam, csak megfogtam. Valamit megfogtam, nem. Szerintem ez az aksi. Szerintem ez kell nekünk. Hát a fagadban is egy fusion korral működik az alatt nagy páncél. Tehát ez is egy olyan dolog lehet, hogy... Jogod. Ez az.
beszéljünk Catherine-nel, de mindjárt szerint ki fog törni az a nyomorék biztos. Szinte biztos. Mm. Igen, autószép. Autószép, tuti kitörik. Nem, lejjebb nem kell mennünk. Ugye? De gyere! Nem, pont a közöttük mindenben. Követni foglak oda, hát ez remek. Hova oda? Ezt mondta. Én is mondanám, hogy hova oda. Nagyon örülök neki, hogy követ. Inkább mutasd az utat. Ja, amúgy igen. Ne kövessen, nem mutassam erre mennyi. De jó, ez most itt lent is itt van. Geci. Köszönöm zárni az ajtókat lehet. Hogy menjünk le, megnézzük hát, hogy... Nem erre volt lent, hanem másra volt lent, egy ilyen hosszú folyosón. Nem, az nem lent volt, nem kell lemenni. Hát nem itt volt, az biztos. Igen, ezt tudti. Mert ez egy hosszú folyosó. Hát nem elég hosszú. Nem, az egy, az a középső szinten volt. Így jöttünk be, és föl kellett mennünk oda. Ja, ha. Nekem így jön még. Hogy bírtak ezek az emberek egy ilyen helyen élni? Nem értem. Itt innen kell valamerre menni. Lehet, pont a szörny fele van. Tehát azért van ott a szörny. Hogy szopasson, de nem ez fog kellene nekünk, nem a lift. Haltam? Full életem voltam, nem mondom, hogy meghaltam. Mi a fasz volt ez? Ez egy instant kill volt. Mi a picsa? Remélem, hogy nem a összeszedéstől kezdődik. Ja, a gyorsan futsz a picsába. Be akartam nyomni a szájba baszott Q gombot. Igen. Várjál. Hol vagyunk? Igen, most jövök ki. Most matricát küldök. Jó, most törik ki a... Igen, most törik ki. Jó, nem létez. Elszaladtam a szörny mellett és bezártam. Ó, de kinyitottam? Jó. Jó helyen vagy? Igen, ez kellett nekem, a másik szinten volt. Na ez majd egy érdekes rész lesz, ezt majd figyeld. Én ránézek a csapatemre. Jó, várok egy kicsit. Igen, őt is egy ilyen felszar tartja össze. Az egy ilyen Cortex modul, vagy nem pont az, hanem egy ilyen tudat... Az is egy ilyen tudatmodul-szerű dolog. És az csatlakozott hozzá a marok eszközhöz. És akkor így... Tehát minden ilyen izéből, takonyból, meg képekből áll össze. Na. Ez is egy hullából. Igen. Mi is így nézünk ki belülről. Ne aggódj, működni fog. Ezt meg oda az aksi. Meg jó ráadjuk az egészre. Na most a felhoz elkezd benne dolgozni, ezt összeköti. Ja. Komoly, ott az aksi, ott a izé. Az a robot ezt benne. It will be fine. Then why don't we put you in the suit?
I was gonna suggest that if you refused. You'd go without me. I need to do this, Simon. This is important. I need to watch the arc. You'd really do it. Yes. Meg volt egy csomó fejetlen búva, meg voltak izék is, sima búvárulák. Close my eyes and then open them again. All right, let's do it. Thank you, Simon. Go sit in the pilot seat in the next room. You might need to boot it up. Nagyon komoly lesz ez. Várjál? És nem ide kellett jönnöm? Előbb nem kéne elindítanod? Nagy piros gomba? Nem az. Igen. Ja. Várj, beszélek kell tinni elő, tud mindent. Nem, most nem segítesz? Már meg volt a nagy beszélgetés. Mögötted az a piros szar. Itt semmi. Ez még most nyílt ki, de várjál. You need to loop back the activity manifested by your current cortex chip, run it through the amplifier, feed it into the new chip, and then make sure it's synced. You lost me halfway there. You don't really need to understand it, just make them line up. Profi vagyok. Most tudom, hogy csinálta. You can climb into the pilot seat now. Already? I have everything under control, so please, have a seat. Have a seat. Most, ilyen. Beszállom. Sorry about anything. This should be over here. It's like having a fish today. But with the most expensive camera in the world. You know, it is. Most már nem számítanak az árak azért. Legdrágább kameráért, de kit érdekel. Most ilyen. Ez komolyan. What was that? No, it's just. Why was it still talking? It's the same like before. Catherine, why was he still talking? That's how it works. You know that. What do you mean? You know it's not magic. You were copied. The sleeping Simon in the seat was copied, and now you are here, just like Simon lived on in Toronto. God damn you, Kath. Two Simons? There can't be two Simons. What did you think would happen? That you were gonna take my mind and put it into another body, like a brain transplant. I'm sorry, it wouldn't work that way. You realize how messed up this is? Please, I didn't mean to upset you. How did you expect me to react to this shit? Please stop. You're fucking disgusting. What's gonna happen? They'll sleep for a while, a few days. And then what? Wake up in this fucking nightmare again? All alone? So cool. Well, what do you want me to do with him? Make friends? Let him know that we have to leave him behind when we go into the abyss? What if... What if he didn't need to wake up? You'd do that? I don't know. Maybe. There. I set it up for you. Hit the switch if you want to drain his battery. He'll die within a minute. I'd rather not stay plugged in any longer. Egyébként meg, ha ne legyen egyedül, lehetne még egy Catherine csinálni, mert hulla meg ruha az van. Már Cortex modul meg aksi az... De hát igazából... Igen. Tehát is itt jön a kérdés, hogy itt hagyjuk-e őt ezt a rémálomban, vagy ne? Kurva szar basz ki. Nagyon kemény. Azt hittem, hogy... Én gondoltam, hogy ilyen lesz, hogy másolja, de miért nem törölte ki az előző? De akkor az ugyanúgy megölés lenne. Tehát... Igen, de baszki. Azt hiszem, hogy kell megölni egyik, vagy itt lennél talán? Igen, itt kell kinyírni. Mert most gondolj be, abban... Előbb még beszélt, nem? Most igen, gondolom, hogy... Akkor kapcsol ki, még tudod beszélni aztán izé. Na most gondolj be a szituáció, hogy szegény Simon leült ide, hanem most átkér a gyújtásbe, elaludt, föl kell, sehol senki. Tehát ebben a szituációban lesz. Tehát mi most tudjuk, hogy ez van ez a helyzet, de ő semmit nem tud. Igen. Meg ő nem is tudna velünk jönni, mert ő sima búvárulában, tehát ő cégyomná az a szar. Igen. Na mi legyen? Dönts te a sorsáról. Döntsed. Én döntsek? Te játszol vele. Te játszottál vele, még te játszol.
Mert itt nem lehet elrontani semmit, tehát hogy itt ha, tök mindegy, hogy döntesz igazából. Jó. Azért vágott a japán izi a fején. Én azt mondanám, hogy megölöm, mert nincs értelme így lenni, tehát hogy így igazán... Ez biztos, hogy hoválkodni a szörnyeket. Ha nagyon jó. Itt, hogy itt marad be a rémálom, ugye nem tud sem erre sem menni. Igazából lényegében itt mindenkit ki kéne nyírni, az lenne a leglogikusabb, mert ez egy rémálom, ami itt lent van. Látszik valami, hogy eláll a... Csak így ennyi, meg abba, hogy így a... Nem akar csatlakoztatni, mit gondolt? Ami magát is nem ásolta de volna. De végül is logikus, hogy... Tehát ha én azt mondom, hogy én megölöm ebben a világban, akkor ő is így döntött volna, mert mi ugyanazok vagyunk. Tehát, hogy igazából ezzel nem hibázok. Ha viszont azt mondom, hogy életben hagyom, akkor valószínűleg ő is élni akarna inkább. Tehát, hogy ez egy ilyen érdekes dolog. Várjál, erősebb lettem. Most Simon elgondolja, hogy itt lenne-e. Igen, tehát ez szóval, igen. Nem, és ha úgy döntenem, akkor inkább becsukjam el, ugye nem itt. De itt se feltétlenül, ha csak lemerült az aksia. Tehát a tudatmodul az ugyanúgy a Simon tudatát tartalmazza, csak most kikapcsolt, úgymond. Igen. Na, akkor menjünk tovább. Megyünk is. Na, ha marok, Marci. Azt visszük magunkkal. Ajtó nyitó. Én most már szóval évítve leszünk, vagy meg most mondjuk csak felemmel. És ez a kettőnk szemszégű, hogy ilyen egy szituáció, mert őt nem ezzel a szájmodal utazott, hanem a másikkal. És ez most meghalt, de ez ugyanaz, ha úgy veszünk. Tehát így, mégis... Le lett másolva. Igen. Ugyan, nem? Meghalt. Beakadt. Itt valami az azért? Én erre nézem az ugye van. Már erre is lehet jönni. Hát ha van-e ennek valami értelme? Mondd, hogy erre kell nézni. Lehet? Hát amennyire lelétálkod. Akkor nem szembe kell jönni, tehát ha látod, hogy arra sem. Akkor lehet pont erre kell. Igen, akkor másikat nem nézzük, mert mindegy. Jó, hogy... Are we done here? Yeah. Activate the clone, please. Sure thing. Utasok. Két fő. Ereszkedni kell. A maximum, hogy ereszkedj, ne emelkedj. Hát nem most kell szerintem aktivált. Nem mit kell? Hát én már nincs hátul semmi, ott az. Hát. Akkor pass. Tűnye Simonnak ilyen feladatot adni. Buta Simon. Jobban járt onnan kettőn, hogy ő számára. Igen. Jó, az a kar. De akkor te bátyjuk, hogy két fő. Ketten vagyunk el végre. Aha. És két ülőhely maradt nyitva. Aha. Ó, ez marha jó. Csak így elindul le, hogy amíg nem ül le két ember. Az lehet. Még egyszer. Bebugzódtattuk biztos. Ja. Miért nem szólva, hogy a 2-10-ek, hogy figyelj nekem, nem kell leülni. Ja, amúgy. És akkor marok kibizsonyomás? Gondolom, ezek szerint... Szerintem ez a marok eszközre minden tovább járnok. Én is most lejövök vele, szóval biztos. Bár a chip az kívül van, szóval azt meg nem tudom. There's still room for me? What about the Simon I killed at Omicron? What do you think, Catherine? Is there a heaven full of redundant copies of the same people?
there's someone up there who called me an imposter? It's dumb luck, right? That I woke up in the right body. I basically flipped a coin, and if I had called the wrong side, I'd be rotting away at Omicron. I mean, there's nowhere to know, right? You didn't hit the make sure Simon wakes up in the right body switch, did you? Not that you would know. I mean, he would still claim to be the right Simon. Christ. This is awful. We did an awful fucking thing. And you wouldn't mind? Why would you? How could you know that it's not me, the me that I am, the same that I've always been? Let me say something. I don't want to think. Please. I don't know what to say. I don't want to upset you. Say anything. When I was little, I used to climb the stairs all the way to the top of the building. And I could still feel how I did it, you know, tuck my arm so I could push the heavy steel door open. Well, the first time that I dared go up there, I stepped out onto the roof and watched the smog rise and fall over Taipei. I got all the way up to the corner ledge and, you know, I felt the warm wind in my hair and the sun was setting and the streets below were shadowed by the tall buildings. The people pushing through the crowd smelled like paint from an artist's brush. Street food vendors filled the air with aromas of all my favorite foods. For a brief moment, I felt connected to the world in a way that I never had before. It was the most profound feeling of comfort and sense of belonging I could ever hope for. I really never felt the same way again, but I went up to the roof many times after. I'm not religious, but I can see why people would be. The privilege of being makes a strong case, at least every once in a while. Do you still feel that sense of awe? Even like this? Things are different, but we're still here. What's the point of going on? Everyone's gone. All the people still left are digital copies trapped in computers at the bottom of the sea. We'll never be able to rebuild or reclaim what we were. Are you really so unhappy being what you are, or is this about the man who went for a scan 100 years ago? Both, I guess. When I was back in Toronto, even the worst case, the darkest futures I could predict, they at least included my previous life somehow. I feel so uprooted. There's nothing here that I recognize, nothing that makes me feel like I belong. Even if we make it to the Ark, would it be any different? Still be alone. No friends. No family. You could make new friends. I'm sure everyone would like to know the time traveler. If not, you still have. I don't see that. Let me know, Miles. Catherine. Kath. Hello, Catherine. What happened? Értenék hozzá. De az én... Most így. Hey, I know it's not much, but why are we stopped moving? The power blacked out for a moment. I think it could be the atmospheric pressure. It's pushing pretty hard, really testing the limits of my suit. Don't worry, it should hold. It will hold. Tehát úgy folytatta a dumát, ahol abba hagyta. Igen. Time freeze when you're not powered? Time feels omitted. What's the difference? I don't feel like I'm being held back or hindered. And I don't have the opportunity to reflect on the time I'm missing. It's simply missing. Sounds like sleeping without the dreaming. Yes. But generally you anticipate when you're about to sleep, and there's a natural continuation since we tend to wake up where we went to sleep. My experience is more like an ever-changing moment that never really seems to find closure. Sounds kind of like a movie being edited live. I suppose so. I guess it sounds exciting, but it really keeps me activated to the point of exhaustion. It's rough. Could be worse. Could be a time traveler stuck in a body made from black goo. That'd be the worst. But
tényleg egy kevésbé bírónyomás, milyen már a kép? Na már megint. Mondta, hogy jönni fog. Követek minket. Te követed. Ja, és fejtett, hogy követ. Te mondta. Figyelj. Na, megkezdi az előkészletet, tök jó. Remek. Ez volt a cél, nem? Mindig is az... Te is láttad ezt a kedves ember? Kiszabadítottam még oda Omnitrixből. Oh, good, you're back. What happened? Something dropped onto the cage. Something spoke to me. Valami bejött, creatures. It just stared at you for a moment, then threw itself down the abyss. It said it would make preparations. I don't like the sound of that. It's very strange. I thought it was gonna kill you for sure. Glad it didn't. Yeah, me too. Lehet nem is a, azért bír, nem bírtuk a nyomás, hanem a szörny volt minden. Good, not sure the climber can take it much longer. Okay, so this is the Omega Sector. It's about an acre of the abyssal plan used by Pathos 2. I expect we'll have to do some walking before we reach town. You haven't been here before? Not in a way that'll help us. Right, the other you has been here. We're following your old footsteps, Kat. When I have footsteps. We could still be down here somewhere, technically. Don't remind me, freaks me out. All right, let's head to town and find that arm. Ja. Aztán mondaná, hogy ő már rég elintézte a bárkát, meg mindent, tudod? Igen. Nem kell miért aggódni. Aztán így bazd meg, ezért értünk le. Ja. Hát akkor ti is bőszállt. Aztán majd még egy Simon elindul föntről, hogy ezt ugyanígy megcsinálja a másik Catherine. Föltöltik a Simon akkuját. Ja, visszamegyik a régi Simonért. Jaja. Ezért tudhatját belakik egy jobb cuccba. Mi tudod, hogy csomó meghal, csomó szörny akkor, hogyha így leszívod a sejjükat. Mi? Leszívod a sejjükat, csomó ilyen emberszerű izény megfogod. Szóval az a Simon se érthető. Ja, igazából a sejjükok azok. Ez akkor elcseszi az áramellátást. Jaja. Bár az egész dolog nem működhet örökké, tehát maximum ameddig van áram. Mondjuk a 100 évig van áram, akkor az a Simon is 100 évig él. Mm-hmm. De utána vége neki is. Ja. Lehet az van, milyen napból, míg örökre van áram egy bizonyos feszültségben. Tao? Come in, Tao. Please answer, Tao. Jó, engedjük el. Na, menjünk tovább. Nem válaszol a Tao, aztán csak... Szerintem eleget beszélnek a sztoriról a... És elég. Simon 2.0. Ez már 3.0. Tényleg. Nem az a biológia az a 0.0 volt. De milyen jól lebegnek már, tehát így ja, a... Ez elég irreálisan megmaradt ott most. Nem, mert a nyomás meg minden... Mondani, ilyen mély tengely nyomásnál lehet. Azért, és még mozogni is alig mozog. Tehát ilyen mély tengely nyomásnál, ja. Akkor ezt rossz adni, mert én erőkvában vagyok. Mm. Voltunk, gondolom. Mi ez itt? Mi ez itt? Valaki szétrobbant. Jézus, did you see that? Ezzel. Stick to the lamplights, they won't go near them. I can't fail, Glasser. It's important I reach Omicron. Our future depends on it. Calm down. Let's just follow the path. Mi ez is vannak a víz alatt? If I die, nem tudom. Elfelejtettem. Hogy mi? Mindenki. Mi azért vagyunk a víz alatt, hogy a bárkát visszahogunk. És ki tudjuk lőni az űrbe, meg mit tudom. De akkor a földön is van élet, csak ezek a mozog a víz alatt. Nem, minden elbaszolod a földnek annyi. Ezek meg szerintem az emberek is azért jöttek le, hogy az izét elvigyék a bárkát, mert már az volt rég. Szerintem ilyen balfaszok voltak. Jó, hagyjuk is meg. Nem basszasztok, az nem jönnek. Hagyd a picsába, menj tovább. Ar, ott a koponya. Koponya jel, az kérdezik. Az a szar. Veszély. Mert mit kell? Kék az a vörös. Kapaszkodó, nem kell a kék, 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 milyen kék?
Jó, tököm tudja. Szembe a kék az. De ez nem is jó, így már kék közelről. Vagy a fények közelében, mert baj. Azt mondtad, baj lesz? Igen. Egyre távolom mondok a fények. Milyen szép halacska. Ezzel nem tudunk semmit se csinálni ezt. Fölfele nem nagyon lehet menni. Gondolom, hogy a halacskáról a kérdő, amit láttunk. Nagy ronda, büdös hal. De én csak megpróbálom ezt. Itt vagy. Nézd körül. Max megpróbálom. Szar se láttam, mert nem is emlékszem, hogy mit történt. Szerintem azok a zöld világító szarok nem elég erősek. Nem valószínű, de mutatja a konténert. De viszont nem fog bejönni a nyomorék. Valószínűleg. Gondolom én. Valószínűleg így kell mennie. És még konténert, de... Az nem esik volna. Igen, nem olyan. Az még nincs olyan messze. Nagyon mazatnak ezek a szarok az a baj. El fognak szállni, úgy értem. Milyen kis kavis tartsa ott. És nem, nevek. Ilyen ösvények vannak a víz alatt. Jó valami arról. Nem ez a golfára van. Jó,
húztam meg, de én azt nagyon meghúztam. Na, kicsen, úgy most már elég kicsen. Ezt a piros gombot is benyomnám a helyben. Igaz? Nem volt ez puffer. Ja, jó, hát. Engedj is el. Szarjuk is le. Most remélem, hogy ezt így meghúztuk, de most így... Csodás. Mi ez ott? Egy robot? Van elegendő áramellátás. Remek. Én még akkor sem tudsz így fogsz. Nem tudom, hogy el kell jönni. Hát ezt jól megnéztük, ezt a monitort. Ez érzés először. És állapot először. Állapot? Nem. Akkor szólj le. Szerintem itt jöttek. Micsoda pókok. De kis aranyosok. Nézzel meg közelebbről. Vagy jobb oldalt, ott is van. Erőt, igen. Ez a falon nézd meg közelről. Mik ezek a mély tengeri pókok ilyen falójában is van? Hát, micsoda. Nem tudom amúgy, de vírus rá lehet fogni, hogy azért vannak itt ilyenek. Van arra jobb. Mennyi van már, bassza meg? Rengeteg van itt. Az a gond, hogy van kis pókot lesz majd. Ott is. Aha. Csak nem állt el rendesen. Mi van? Itt lesz a nagy pók, mivel nincs világítás. Igen. Ez egy bekötődik, ahogy az jó. Tehát igen, hogy úgy kötődik, ez egy ilyen izé. Igen. Hogy ne legyen egy hangulja. Nem tudom, mik ezek a pókok, nem is visszafordultam? Szerintem nem. Te arról jöttél most, arra tudsz menni és jobbra kell menned. Erre? Aha. Belezavarodok, ez sok hülye fog. És itt, hogy itt most merre, talán arra, próbáld meg arra.
feléje fordult össze-vissza. Én még annyira se érzem. Na, én jó felé jövök, mert ez a cső nem volt itt. Sok szaladunk. Jaj, bazd meg! Húan, ez egy kis ijesztő volt. Azt hittem, az lesz az izé a fény. Igen. Most meg majd félni kell a fénytől. Nem azt követni, most pont, hogy nem azt kell követni. Na. Ott is van. Azt a kurva is. Visszamennék egyre, vissza hátra. Bőven hátra. Meg akarom nézni ilyen ronda. De bőven hátra. Ez jön. Meddig jön be vajon? Fogalm sincs. Megint megesz minket. Ez ijesztő. Menj egy kört. Csak jobbra. Jó, most. Miért veszik fókot? Menjél rakom. Jobbra. Mindig. Mentén van egy kört. Elismert egy kört. Igen, akkor jó van. Ez elhiszem. Ezért van benne akkor ez a kör. Ez a követjük a piros mint, aztán ott az a hal. Ezért... Elég messze volt még. Nem tudom, hogy a picsával az meg. Ezt nem is felejtettem. Szerintem felgyorsított a végén. Mm-hmm. És így visszamegyünk. Na jó, akkor. Jó lenne, hogy be tudna ragadni. Milyen fókunk, hogy nem eszik el. Támadják meg, tépjék szét. Azok ott a kis embert. Én vagyok a pókirály. Pókirály, király. Nem a csókirály, hanem a pókirály. Jaj, a pókirály! Na, mint a kábel, fölös a kábel, jobbra. Nem, egyébként legyen ennyi a csidé, jó? Menj már, hogy biztonságos helyre. Nem, itt befejezzük. Még itt elmenti, úgy, hogy van ott a fény. Mentés és kilépés van, elmenti. Aha. Ott a fény. És ez a fény, a húsz fény, az a szar. Rossz tapasztalatunk van már fénnyel kapcsolatban, szóval nem úgy ott a fény. Ez a szar, ez nem hiszem, hogy elbújik, ez a másik ugye. Ja, aha. Viszont, ha a világító szemű haltól fél, akkor ez láthatott az sörét szó. Ez kukatnyilag az, hogy a fényes volt. Ahogy arra, aha. Amit látsz már valamit. Igen. Ez a páncél azért bír rendesen, ha ezt kibírja, ezt amit lent van. Ez előbb a halmos megkártyát, aztán folytatja a kutyát, hogy mi volt meg. Nem tudom. Kieszi a hullát, aztán kész. Jó, a páncél akkor kieszi a hullát. Nagyon jól meg van csinálva, épp hogy odaérsz a fényhez, már elkezd belkislákolni a következőt. Csak a izé miatt nem látszik a vihar miatt, mert gondolom itt volt még köztük egy vagy kettő, én csak azt kiszedtem már a... Persze. Jó, most már elég szépen látod a többit is, de ez előbb csak... Aztán kiderülni, hogy visszajöttünk a legelejére, én főbasznám magam. Á, nem, mert a kéket követett végig. Már a gyökér is belőtte. Itt elég sok fény van. Autómentés. Jó, hogy... Miért kell ennyire megijesztő, de így csinálni? Probléma mentesen ki tudtok kinézni, tehát ott egy ilyen is van bassz. Jó, szerintem itt már tényleg lehet mentés, mert már biztonság van. Ja. És ne a semmi közepén vágjon már meg a videó, mert ott tényleg igen. Ilyen dobos? Jó, még.